Piu-piu-piu-piu! Srácok, hoztam nektek egy újabb Twin Stick shootert. Kaptam ilyen speciális kódot a kiadótól, de ettől még ez ugyanúgy az a demo, amit ti is játszhattok most, ami elérhető Steamen. Ez a játék olyan játék, mint a Brotato, a Vampire Survivors és még sok más. Twin Stick Arena Shooter, roguelike elemekkel. 2022. novemberében fog megjelenni, és az inspirációt ez a játék a Robotron 2084-ből, az Isaacből, a The Binding of Isaacből, illetve a Vampire Survivorsből szereztem. Jelenleg több mint 200 item elérhető a Steam adatlap szerint. 5 pálya, 10 karakter, az itemek kombózhatók, illetve kibe kapcsolható az automata célzás, és nagyjából ilyen 20 perces sánokra számíthatunk. Ja, és be van nyomva egy olyan mód, amivel így, hát így pulzálnak a színek, ilyen szivárványba, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy epilepsziás, akkor egyelőre hallgassa csak a játékot. Van egy mód, amivel ezt ki tudjuk kapcsolni, de kíváncsi vagyok, hogy ez így mit jelent a játékban. Hogyha nagyon rossz, akkor majd kikapcsolom, srácok. De így tervezték ezzel a Rainbow Effect-tel a játékot, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyit tesz hozzá. Teszek még rá egy kis hangot. Úgyhogy ez lesz a terv a mai napra. Aha. Egy pálya van, 3 karakter, 50 item. Jó, tehát ez nem annyi, mint amennyit írtak a Steam oldalán. Legalább azért 3 karaktert ki tudunk próbálni. És hogy lehet váltani? Ja, látom! Ezek még... Aha! Survive 1 show to unlock this character. Survive 4 show. Aha, jó. Tehát így lehet feloldani, srácok, karaktereket, hogy túl kell élni. A kis krokodillal fogunk kezdeni. Szép jó reggelt, srácok! Sziasztok, sziasztok! És be lesz nyomva az auto aim és auto shoot. Nézzünk egy ilyen kört is, hogy milyen. Sőt, tudjátok, hogy nem autóaimmel fogunk játszni, azt majd lehet, hogy később nyomjuk. És lehet nehézséget állítani, mi a manó? Mert a hard rögtön. Na hát, szórakoztatni kell a malacot. Srácok. Baj van. Ez a fegyver csak jobbra tud szerintetek lőni? Hát ez nagyon furi. War Pigeon. Homing Projectile. Tehát itt tudunk választani, hogy mit akarunk. Madárkát, galambot, vagy Below Zero-t. 10% esél a lövéseink fagyasztanak. Mizuka? Hát... Durva napok vannak, Sina. Ja, látom, hát úgy van, hogy az iránygombokat kell nyomni. Hú, ez elég furán lett megdizájnolva a kontrollerre, már nem azért. Tehát, hogy a B-vel lövünk... Na, inkább mondom PS-esen. Tehát a körrel lövünk jobbra, a négyzettel balra, az X-el lefele, és a három szöggel pedig fölfele. Hú. Ez nagyon fura design. Fura napok, hát hosszúak a napok, nagyon. Nagyon-nagyon hosszúak. De ma megyünk moziba. Megnézzük a magyar hangját. A film a szinkronosokról. És lehet találkozni Galambos Péterrel is. Ha esetleg emlékeztek arra, hogy a Chicken Police trailerét kicsinált, mármint, hogy kiadta a hangját Sunny-nak, a fő szereplőnek, ő volt az. Meg ő Vin Dieselnek is a hangja például. Double damage. Hát nem tudom, nekem innen semmi nem kell. Kilépés. Hát ez nagyon furán lett megdizájnolva, tehát nem működik a jobb analóg.
Ez a fagyasztás amúgy elég menő. Randomizáló. Mirror Face. Duplikálja az itemünket. A Below Zero 30% eséllyel fagyaszt. Jöhet. Én amúgy nem látok semmiféle epilepsziás izét jelenetet, de hát én nem is vagyok mondjuk epilepsziás. Talán a pálya széle az, ami ilyen nagyon színváltó. A százalék vajon úgy telik, ahogy ölöm az enemit? Vagy magától? Önnöm magától. Ú, de kevés adamunk. Great performance van, 40% eséllyel fagyaszthatunk. Minden tizedik projektálunk egy erő, teljes raketta. Hát a fagyasztás. A 40% fagyasztás az, ami szerintem elég erős. Viszont nagyon zavar, hogy nincs sebzésünk, srácok. Sok elemi jön vajon? Meg kéne venni a boss-t. Hát ide például jól jött volna a rakéta. Egy százalék eséllyel hílelődhetünk egy HP-t, amikor egy jelenséget elpusztítunk. Sértetetlenek leszünk. Helytelennek akkor 4 lézert lövünk. 5 max HP. Fire rate! Na, ez tetszik. Crosshair. 7% fire rate és 7% crit hit chance. Rololjunk még egyet? Nem, inkább kilépünk. Iku, szevasz. Igen, egy újabb VS kop, így van. Köszi szépen a 64 hónap töretlen támogatásodat, Mizus. Most mint arra felé. Úgy pergessétek, srácok. Interdimenzionális Santa. Automatikusan lőhetünk egy sorozat lövést 3 szekig. Azt ez jó? Ezt így külön kell elnyomni, vagy mi? Ja, látom, így fröccsent egyet. Ez jó, tehát ez mindenféleképpen jó. Rüszkölünk nagyon. Nagyon jó teljesítmény volt már megint. Na, milyen telefonod volt és milyened lesz, Tikul? 10% eséllyel
Poison projectált nyomunk. Aha, ricinus olaj. Tehát nem elég, hogy fagyasztunk, még mérgezzük is az ellenfelet. Ez jól hangzik. Kaptunk egy rerollt. Ilyen kis chilles muzsikája van, tetszik. Azt akartam mondani, hogy egyelőre még nem talált el az ellenség. Redmi Realme GT Neo 2-t. Ó, arról nem hallottam, majd mesélj, hogy hogy tetszik. Tovább tart a státusz effekt az ellenségen, az kell, illetve az 5 dam az is kell. És rollolunk még egyet. Ilyet még a fire rate, meg a crit hit chance. Rollolunk még egyet. 15% range, make you shoot 4 laser every time. Ez nem érdekel. Viszont még a crosshair-t kiszedjük. Jó, hát így most vettünk egy csomó mindent, srácok. Remélem, hogy megérte elkölteni. És eled mi újság, Sina? Hát itt ugye arról volt szó, hogy van 50 item a játékban. Egyelőre még nem láttunk 50-et. Kb. Hogyha 10-et láttunk, akkor már lehet, hogy sokat mondtam. Meg eltaláltak, most először találtak el a játékba. Szánalmas. Aranypénz. Itt minden zsír, Tikul. Itt minden zsír, szerencsére. Remélem nálad is. Ki ez az amatőr streamer, szevasz, Connor? Jó, ez halál lesz így, srácok. Sok ellenség van a pályán. Ne, és hát, de hát, aj, de hát, hol a no hit run? A beígért no hit run. Új itemet állokkoltunk. Ledobhatunk egy taposó aknát. Ennyi. Ennyi. Értem. Akkor jó. Kollekció. Progress. 50 itemből 6-ot láttunk, aha. 6-ot gyűjtöttünk be. Szóval ott egy badge, az nem tudom mit csinál. Na nézzük ezt az autó aimet. Mert a hard nehézség. Kíváncsi vagyok, ez az autó aim autós út, ez így. Yeah. Jó, hát ilyet nem lehet csinálni, kontroll. Oké. Okay. Tehát, hogy én 4 irányba tudok lőni. Akkor miről beszélünk? Ricinus olaj. Kontroll támogatás még. Az így nincs megcsinálva ez a játékhoz. Már az gyanús volt, hogy a izé háromszög négyzetkör X-el kell lőni. Range, max HP damage. Ez amúgy nagyon tetszik nekem. De a range-re rámegyünk. Ez a potato mód, igen.
Dobig osztott külföldön, és látom én is beszerzek egy ilyen komolyan, Bence. Na és melyik része tetszett meg a Toby Ghostnak? Randomizáló, Mirror Face. Ott van 20% eséllyel, nyomjuk a mérgező felhőt. Apjánkosok. Spicy steak. Hötszekenként egy steak jön elő a földből, hogy damage-elje az enemit. Köszi szépen a fergetést esetben. Hát maga az eye tracker. Ja, jól van. Akkor oké, és Bence. Fagyasztós azért jobb volt, nem? Na, megjött a boss. Mennyire nincs sebzésünk. Na, range-re lehet rakni. Dammot elhozzuk. Damm. És akkor mi van még itt? Max HP, movement speed. Movement speed, tessék. Most költöttünk 1000-rel, srácok. Most jobbnak tűnik egyébként. Így, hogy a dambra raktunk, azért fáj a népeknek. Az a kérdés, hogy vajon a poison damage az scale-e a damage-ből. Ez a 20% nagyon kevés amúgy poisonnél. Spicy pie. Dobáljuk, vagy rolloljunk egyet. Combustion. 10% eséllyel az ellenség elég, amikor elpusztítjuk. Ez tetszik. Ez tetszik! Ha jól olvastam, persze. Ez a fagyasztás nagyon kéne nekünk, srácok. Mennyivel jobb volt, amikor lefagytak. Hát egy arany moné. Na, mit kapunk? Plusz egy projectile, de damage csökkentő. Hát egyik, most így, jó, hát akkor legyen a laser pointer, de hát engem úgy se találnak el. Egyszerűen nem tudok innen kijutni. Csak eltaláltak, kaptam a 10-es sebzést. Igen, engem úgy se találnak el, ja. Movement speed, hát ezek... Na! HP és damage. Na. 10% fire rate.
Legyen mindkettő. A fagyasztás túl OP, azt majd össze kell hozni még egyszer. Nem is figyeltem, hogy hogy heal előttem ötöt. Nagyon jó. Mirror face. Hoppá, 30% eséllyel mérgezünk. Tizedik szín. Ez ugye az, amin az első körbe elbuktunk. Jaj, nem is figyeltem, basszus, mit találtál. Annyit láttam, hogy fáj. Hogy mitől? Na basszus, és kaptunk egy bosst is. Ma ez mind nem lenne elég. Na van, a bosszom úgy szépen kapja. Nem tudok a bosshoz odaférkőzni, mert hogy annyi nem jön a pályán. Kicsit furának érzem a balanszot. Hát addig nincs vége a körnek, ameddig vagy meg nem halok, vagy meg nem ölöm a bosst. El se hiszem. Nem lehet a fegyverem változtatni sajnos. És most ilyet kapunk, hogy 8 lézert lövünk, hogyha eltalálnak, vagy távolabbról veszik fel a cuccokat, azt a... Na, fagyasztás, végre. 5 HP. Én ebből kihoztam a maxot. Azt mondja, hogy the smell of hope, fire rate, hogyha 85% alatt van a HP-nk. Feladottunk egy új itemet. Mert még egyszer. A 85% fölött. Köszi szépen, azaz. Mert amúgy meg biló lenne, igazad van. Na, mit kapunk? Itt a fire rate. Jó, jelent a fire rate. Többi annyira nem tetszett.
Ezután megnézzük, hogyha ez a rán se lesz sikeres, akkor állítunk a nehézségen. Range. 30% fire rate. Ennek egyértelmű. 30% fire rate. Volt, majdnem megdamolódtam. Randomizáló. Na, itt meg az van, hogy 15% HP alatt. Jó, hát a minden tizedik lövésünk raketta lesz. Eddig a fagyasztós build volt a legjobb. Na, a rakett a 32-t sebez. Szevasztok, szevasztok, srácok. Üdvözlök mindenkinek. Homing projectile. 3 szekenként rakatta. 3 szekenként rakatta. Eddig az első ránom volt a legjobb. Esgű. Nem vagyok kibékülve ezzel a rakettával. 7% crit chance, aha. Jó, hát legyen ez, hogy hílelődünk. Hílelődhetünk. Pontosabban. Az alap damage-en kéne növelni, mert az, hogy így simogatjuk az enemit, ez szörnyű. Volt egy heal. Még egy heal. Azt a rerollt, azt fel kell vennünk. Jó, pénz. Na, mirror face, mit? 300 esély, ne, de. Azt mondja, tehát, hogyha 60%-ra lemegy a HP-nk, akkor nő a fire rate-ünk. Ha jól értem. Nagyon jó, hogy ezt megdupláztam el. És mások, ha jó. Szevasz, Lidit Manó, sziasztok, sziasztok, üdv mindenkinek. Így van, 3 szekenként Burst the Weak projectile-t lövünk ki. Ez akkor jó, hogyha még ezek a projectile-ok státusz effektet is okoznak, fagyasztanak, mérgeznek,
ilyenek. Hát látjátok, nagyon meghatározza a ránt az, hogy milyen cuccokat kapunk az elején. De ez jelenleg ilyen szenvedős. Az meg pláne szenvedős, hogy még rollolni se tudunk. Na, kaptunk egy roll lehetőséget. Százaléknál járunk. Jó. Space Hog. Ha Invincibility State-ben vagyunk, akkor növeli a sebzésünket. Tehát olyanban, hogy kerülünk egyáltalán. Azt nem mondjátok, hogy van egy gomba. Kontrolleren. Nincs ilyen gomb. Tizedik hullám. Ez a gond, hogy ez is boss wave. Gyűjtjük a pénzt, de van olyan kör, amikor nem kapunk shopot. Sok értelme van akkor. Vagy nincsen rerollunk, vagy olyanokat ad, hogy plusz egy movement speed. Most gyorsabban lövünk, de érezzük ezt igazán? Nem. Ennek a jántenek semmi se jó, se ez nem jó, se az nem jó. Most meg be vagyunk szorulva. Please. Please! Please! Jó. Akkor tételezzük fel, hogy gond van a hard nehézséggel. Tételezzük fel. Biztos az a gond, hogy a hard nincs jól balanszolva. Biztos az lehet a gond. Spirál pattern 3 szekenként jöhet. A hard picit keménykezdésnek. Az a helyzet, hogy... Tehát, hogy ezt amúgy meg kéne tudni csinálni, csak... Hát látjátok, hogy itt valami balanszolási probléma lesz, vagy nem tudom. Tehát, hogy ennek nem kéne... Tehát, hogy egyszerűen nem volt lehetőség. Szar dolgokat adott a shop például. Na, ilyet még nem is látunk. Companion summon. Rifle trooper, shotgun trooper, blue blaze. Contact damage. Na, mehet a contact damage. Meg mehet a shotgun trooper. Ő is lő amúgy? Valószínűleg, hogyha közel vannak hozzám. Ezt a... Ja, hogy a Blue Blaze az ott megy a pálya szélén. Á, értem.
Szia, Szvér a karcoló. Interdimenzionális Santa, ugye ő ingyen adja a cuccokat. Kértünk tőle 5 sebzést. Mizu Szféra karcoló. Hogy ment az OV2-től. Jó-jó. A bulletjeink bounce-olnak. Hát egyértelmű, hogy ez kell nekünk. Na ez vicces. Na erre már viszont akkor kell range is. Próbálunk mindenkit megölni gyorsan, aki még adhat pénzt, és akkor mehet a boss. Easy. Jó volt az ázsiai tip? Na ennyi. Ez hülyeség, crit hit chance, az jöhet. Hát ez a médium amúgy jónak tűnik, srácok. Iszonytató darálások vannak. Csak annyit látok a képernyőn, hogy pénz, pénz, pénz. Ott volt egy aranypénz is. Nem tudom, amúgy ilyenkor mi van, hogyha nem veszük fel az aranypénz például. Na tessék, három shotgunos haver, srác. Igazából nincs damom, hanem az ellenfélnek, ellenfél hal kevesebb, ahogy én észreveszem. Tehát a sebzésünk az ugyanannyi maradt. De ahogy látom, a kiskölkök 4-et, 8-at, meg 7-et sebzenek. Sebeznek. Deka? Minden tizedik projektálunk raketta. Ezt elrolloljuk. 3 szekenként raketta. Jó. Poison. Lehet a poison. Poison jó cucc. Még jöhetne a fagyasztás is egyébként. Van arany is. Pénz, pénz. Öt HP, státusz effekt. Jöjjön egy ilyen státusz effekt. Crit hit chance, meg crit hit chance és fire rate. Valahol meg lehet nézni amúgy a statokat? Nem. Igen, eddig úgy néz ki Connor, hogy a hard az nagyon rosszul van balanszolva. Na basszus. Randomizáló. Azt mondja, hogy kapunk még range-et. Közámból jöhet?
73%-nál járunk. Megkaptuk a boss-t. Aki a pályán kívülről ügyeskedik, azt remélem láttátok. Jó. Az a gond, hogy nem tudom, hogy érdemes-e felszedni a pénzeket. Vagy nem kell, mert úgyis automatikusan felgyűjt mindent a végén. Tehát, hogy ez ugye nem tiszta. De majd megnézzük, hogy nem veszünk fel egy dekapénzt sem, és akkor mit mond a játék. Hát ezt ugye nyilván külön ki kell tesztelni. De azért ezt a boss sokkal könnyebb volt legyőzni. Ott volt két reroll is a földön, nem vette fel, úgyhogy ha ott hagyjuk, akkor annak úgy rip. Hát ez elég hülyeség. Tehát még egy hülyeség. Tehát a pénz meg a cucc, ami ott marad a földön, azt nem is kapjuk meg. Megint valami stat hiányzik, mert hogy így nincs sebzésünk. Szia, messzes! Egy lák. Lák se tudjuk, hogy mit csinál. Fire rate, max HP. Hát. Fire rate, igen. Fire rate. Jó, hát kivettük a fix fire rate-et. Minden egyes item után egyre drágább lesz a többi. Nem fix áron vannak az itemek. Ez a fire rate amúgy jónak tűnik, csak kéne még státusz effekt rá. Melyiket ajánlom jobban, a Vampire Survivors vagy a Brotato-t? Hát Vampire Survivors-be több a content. Úgyhogy én azt mondanám. Na hát még több Shotgun Trooper. 4 Shotgun Trooper. Attól függ, hogy melyiknek a grafikája jön be jobban, szerintem. Igazából nem a hard van rosszul balanszolva, hanem a fejlődési rendszer szar, Connor. Most már tényleg arra kell rájönnöm, tehát hogy így nem lehet jól fejlődni. Fire rate. Borzalmas a fejlődési rendszer, srácok. Soha nem nézted a grafikát? Akkor a Vampire Survivors. Sokakat a Vampire Survivors pixeles grafikája elrettent. Amit meg tudok érteni, mert nem ijed be mindenkinek az a stílus. Green Blaze, Poison Enemy, aha, Rifle Trooper, itt egy Rifle Trooper, meg egy Shotgun Trooper még. Szia Debulon, szevasztok skacok. Jó.
Na, kaptunk egy boss-t. Hát ő konkrétan rám rásolt. Pedig nagyon jó sebzésünk van. Jó, már nincs sok HP a bossnak. Ott is van! Ott is van! Hú, 5 max HP, asztara! Asztara! És amúgy kaptunk 5 max HP-t? Nem figyeltem. Hogy tényleg megadta nekünk ezt a játszi. A földön. Jó, és úgy látom szükség is lesz rá. 2 heal volt a földön. 2 heal előttünk. Adjad a pénzt! Jó. Minden 10. projectile raketta. Pickup range. Ja, pickup range. Úgy néz ki, hogy itt ebben a játékban nagyon-nagyon nagy szükség van. Aha, érződik a pickup range. Mondjuk a HP-t azt nem veszi fel. De mint mágnes érződik, hogy sokkal távolabbról húzzuk be a coinokat. Még mágnes. Még mágnes. Hit chance. Range. Szevasztok, kiszevasztok, srácok. Az gond. Ilyen bajsza van amúgy annak a sárgának, hogy ez a szája? Ez a bajsza lesz. A kettes mágnes már amúgy elég durva. Ez nagyon nagy gond, srácok, egyszerűen. Nincs elég sebzésünk már megint. Jó. Szánalmas volt, azt mondja nekünk a játszi. Projectile split into... Aha, tehát becsapódáskor 4 kicsi projectile-re változnak a lövedékeink. Na, 7% esély, hogy nem kapunk be sebzést találatkor. Minden 10. projectile-unk bomba. Az igen. Aranyos, azt mondod, Melinda? Kollekció. Menü, igen, menü, és akkor progress. 27 item. 27 item van már begyűjtve. Egyszer túl kéne élni. Akkor mehet egy easy. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet.
Hát itt az instant túlélés van. Jó, ahogy látom, akit nem vájítelünk, az a nagy szörny. Jó, legyen a raketta, tessék. Minden tizedik lövésünk raketta. Tehát 5 max HP, plusz 4 damage. Ki akar ilyet venni, hogyha bent van ez is a játékban? Na mindegy. Most vettünk max HP-t, meg vettünk damot is. Ó, bakker. Spirálos. Na nézzük. Legyen ez a combustion. Okozzunk égetéseket. Nem tudom mi van akkor, hogyha pályán kívül öljük meg az enemit, akkor nem ad lootot egyáltalán. Egy ezüst, arra kellett volna inkább elmennem. Na, mágnes, itt a mágnes. A mágnes OP. Kaptunk egy rerollt, kaptunk egy bosst is. Igen, ez mind az én sebzésem. Ez a semmi. Fire rate, plusz egy lá. Az 5 max HP. Azt amúgy kb. Nem is kellett volna fölvennem. 5 damage. Status effect. Jó. Ez az 5 plusz sebzés, ez annyira nem érződik, mert néha 13-at damolunk. Persze kritelünk is, de amikor 13-at damolunk, az nem vágom, miért van. Nézzük meg ezt a homing projectile-t. Mit csinál a galamb? Én nem látok semmit. Van galamb egyáltalán? Azt vettem ki. Srácok. Nem látok semmilyen galambot sehol. Lehet félreértelmeztem. A galamb nem működik? Én is azt veszem észre. Rakéta, mint a gyorsabban. Hát csak igen, a galamb azt csinálja, hogy ő homing projectile-okat lő. Minusz 3 dam. Combustion. A fagyasztós build-en lehetne nagyokat menni.
Hát azt most meg nem is adja be, ha játszi. Az iszonyatosan nagy RNG kell, ahogy észreveszem. Ezzel a mágnessel nagyon jól jön a pénz. Innen nem kell semmi. Innen se kell semmi. Na, Fire Rate, Crit Hit. Chance. Amúgy tényleg láttam ott fordult egy lövedék. Oké, működik a galamb. A galamb a lövedékeinkre van hatással, és amikor meghal egy enemy menet közben, akkor fordul a lövésünk. Láttam működni a galambot. Jój. Azt az ezüstöt már nem vettük fel? 30%-es sél. Égetünk. Mi az, hogy 888 ott a sarokban, vajon? Ja, látom a pénzt is, hogy mennyi pénzünk van, aha. Látom most már bal fölül, hogy jelzi a pénzünket. De mi lehet az a 943? Annyi szörnyet öltünk meg. Igen? Aha. Na, kaptunk egy bosszot. Bosztot. Easy. Na, örülök, Mászás, hogy tetszenek ezek a gémek. Jók amúgy, én ezeket a stílusú játékokat annyira szeretem, mint a Tower Defense-eket. Ez a becsapódáskor négy kicsire szétesés, ez nagyon jó cucc. Ezt az izsákban is szerettem. Lövedékünk becsapódáskor négy kicsire esnek szét. Tower Defense-ben még nem találta, jó? A balloon TD, a balloon TD, az az, ami így jóféle szerintem telom. Oké, 5 damage. Jó. Kéne ilyen healelős D is. Meg a Kingdom Rush széria. Azok így nagyon jók szerintem. Úgyhogy szétmegy a lövedék, a burn is elég jól működik. Jaja! Ugye békén, kalács! Hát csapkodja a könyökömet.
státusz effekt tovább tart. Az jó amúgy. Az égetés tovább tart. Jaj! Kingdom Rush Frontiers, aha. Meg bármelyik Kingdom Rush, aha. Bounce Around You. Hát igazából jöhet a jó, megnézzük. Vagy ezt már néztük a jojót? Ja, néztük a jojót. Az előzőben 18. körig jutottunk el, úgyhogy normál nehézségen. Hát igen, a tűz nem sokat sebez, de legalább státusz effekt. És így van, a semminél jobb. Az helyzet ebből a range-ből én nem érzek nagyon semmit. Így, tehát, hogy így ennyi volt a shop. Borzalmas, borzalmas, hogy nem lehet kivenni jó dolgokat a shopból. Szörnyű. Ez borzalmas. A fagyasztás kb. Az, ami a legjobb. Szia, Szemáz. Mizós. Is kaptunk. Ez most nem fog menni. Nem tudom, milyen modifier van az easy-n. Miben jobb nekünk az easy nehézség, de hogy így látjátok. Double damage, ha a HP-nk 85% fölött van. Na ez jól hangzik legalább. Még nézzünk egy easy-t. Jó. Egy roll. Ricinus, legyen a ricinus, mérgezés. A nyugis nap lesz, hoppácska, hoppácska szemánsz. Poison, jóféle. Jól sebb ez a poison, vajon? Jaj, kell szedni a pénzt. 48. Aha, nem veszi fel, nem veszi fel. Shotgun Trooper. A Shotgun Trooper kell nekünk. Rollolunk egyet.
akkor Rifle Trooper tessék. Vajon a kis társak lövedékeire is hat a poison meg ezek? Pince! Hit hit chance. Egy ezüst tallér. Na, 20% esélye a poison. Na. Nagyon kéne a mágnes. Jaj. Majdnem megcsíptek. Tükörtojásos szendvics. Nice. Ez most így mi? Jó, akkor kivettük a lákot, de amúgy meg mit csinál a lák, értitek? Nem tudni róla, hogy mit csinál a lák. De elhoztam. Amúgy valószínűleg nem kellett volna elhozni még a lákot sem. 5-5-4-es seb ez a poison. Na, Mirror Face 30%-ra felnyomja a poison. Na! Végre lesz egy jó ránunk. Akkor ide már csak a fagyasztás kéne. Mutathatnám úgy, hogy mennyi rerollunk van. Bomba lesz a projectile-unkból. Na nézzük, ez milyen ez a bomba? Bomba. 88-at sebez. Kemény. Jó. Ott volt egy aranytallért, ne! 7% fire rate. Mágnes kell, 7% fire rate szintén kell. Innen egyik se kell, fire, igen, jó. Ennyi. Fire rate-et szedtünk, meg crit hit chance-t. Fire rate ugye a bomba miatt is nagyon jó. Minél gyorsabban lövünk, annál gyorsabban jön a bomba. Fire rate egyenlő jó. Megnézted Szemánsz kajakép? Én nem merek ilyet csinálni. Egyre most úgy érzem, srácok, hogy darabam.
az interdimensionális Santa. Elképesztő. Damage növelés, hogyha Invincibility State-ben vagyunk. De hát, hogy kerülünk Invincibility State-be? Nem tudni. És akkor ez volt a shop helyett, értitek? Kaptunk egy boss-t. Hogy ellökte már a boss-t, azt láttátok? Hát itt az auto-aim az... segít. Ja. Homing projectile. Igen, metal. Metal kell nekünk. Még távolabbról szipkázzuk be a pénzt, az kell nekünk. Kell. Itt mindkettő jó. Max HP, dam, fire rate, crit hit chance. Tehát itt mindkettő jó. Mi van még itt? Crit hit chance, heal. Heal és crit hit chance, és rollolunk még egyet. Status effect tovább tart. Csá. Bár amúgy lehet, hogy fire rate mindenek fölött. Raktam a healelés, mert azért az kell. Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen más karakterre játszani. Na, mit duplázunk? 50% eséllyel 6 a ricinus olaj. Jó shopot adj, légy szíves, egy jó shopot. Vessek magamnak jó dolgokat. Ha kedves vagy velem, játék, akkor ezt tedd meg. Na, mágnes, nem kell plusz egy fegyver? Ilyet még nem láttunk. Wow, na menj már. Ez elég fullos, a plusz egy fegyver. Ez lehet az a rán. Ez lehet az a bizonyos rán. Értitek, most add ilyet, hogy plusz egy fegyver. Hát ez mennyire OP már. Nem is kérdés, hogy mennyire OP. Nagyon OP.
Na, Rob E. Salesman. Ja, tehát, hogy a Robi ő fixen ilyet ad. Aha. Na, ezt az atomot meg kell nézni. Rollolunk egyet, és akkor még egy ilyen atomot kérünk. Aha, orbitálisokat kaptunk. És milyen contact damage-et nyom vajon az orbitális? Nem tudom, ez az atom milyen contact damage-et nyomhat. A contact damage-et azt szeretem amúgy. De nem tűnik OP-nak. Megjött a boss. Azt a rohadt, hogy kiküldtük a pályáról. Hú, ez a bomba, ez. Ez nem kicsit jó. Hát hogy lögdösi már szerencsétlen boss, lassan én érzem magam szarul, srácok. Azt mondja a fegyverünk, hogy ő állj a sarokba. Gyakorlatilag. Jaj. Na Mirror Face, mit csinálsz? Négy rifle trooper Volvo. Csak minket ne találjanak el a rifle troopereket, eltalálhatják, de minket ne... Nem. Micsoda ott? Tehát a szürke HP az 5-öt heal el, a piros meg 2-t. Ahogy észrevettem legalábbis. Basszus, neki mentem egy enemynek. Below Zero ját. A fagyasztás ját, nem kérdés, srácok. Csak még több esély kell a fagyasztásra. Bár azért már így is fagyasztunk, ahogy látjátok, jó sok kék felhő van. Jó. Csúnyán rátérdeltünk egy sebzésre. A fagyasztás nagyokat megy így is 10%-kal. Na. Nagyobb range, reroll. Így van, max HP és damage. És a következőt meg már nem tudjuk megvenni. Ez is hülyeség, hogy inkrementálisan nő a következő árunak az ára, tehát hogy akkor miből veszem meg? Lesz egy csomó pénzem, de nem tudom megvenni a cuccokat.
Ez olyan, a fagyasztás a bossokon is hat, szóval jó lenne még fagyasztás százalékot összeszedni. Oppácska. Megdamoltak. Üdvücskacok, ha-hó, ha-hó. Hát ez nem kell. Crit chance, az se kell. A heal se kell, a lag se kell. Az se kell. Azt arad, de jó, hogy lag. Elnyomtunk két rerollt, azt adott ilyen hülyeséget. Azt mit csinál a lag? Mit csinál? Nem tudni. Jajjaj. 26, 27 HP. 29, 30, azt a milyen gyorsan hílelődünk. Ott is van még egy hír, de azt nem veszük van. Below Zero, játsz. Utolsó... Izé? Kör lehet vajon? Mint 6%-nál járunk, akkor esélyes, hogy itt boss is lesz. Király lenne nagyon. Na, 4000 HP-ú a boss. Jézus. Ez most nagyon esélyes, ez a ránc, srácok. Nagyon-nagyon durván. Száz HP, 100 HP. Bravo! Ott is van, srácok! Oktopoda! Jó. Quick Trigger. Jaj. Három HP-t recoverál körönként. Ragasztós projectile. Jó. Megnézzük a Quick Triggert a Kroko után. Ennek már más fegyvere van egyébként. Ahogy látom, sokkal gyengébb.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha sokkal gyengébb, akkor még inkább a státusz effektre kell menni. Vagy még inkább a dombra. Ott volt amúgy a bomba. Azt lehet amúgy, mert most be kellett volna venni. A range-ünk az nagyon jó. Nem is kérdés, hogy a range-ünk az zseni. Fire rate. Mondjuk minek rolloltam, tehát hogy felesleges volt arról, mert úgyse tudtam volna semmit se venni. Tehát itt a bomba tényleg az ezzel a fire rate-tel mehetett volna nagyokat. Se baj. Ezen kell rizgulni. Aztán is kaptunk a Mikulástól még 10% fire rate-et. Az aranypénz azért meglett. Jöhet az oktopodam. 3 szekenként 8 fele irányuló lövés. Ennek például a sebzés lenne jó, mert az hat a projectile-okra. Mindjárt meghal a boss, srácok, mindjárt. De lehet, hogy elő fogunk mi meghalni. Itt is itt egy csomó enemy, és igazából ők csak itt feltartanak minket. Nem csinálnak semmit. Megöltök a boss-t, és a jutalom pedig a Robi. Na, ez most egy olyan cucc, amit felvettünk, hogy amíg a fényben van az enemy, addig sokkal jobban fáj az enemynek. Ha jól olvasom. Elég követni a fényt, és akkor az ellenségnek jobban fáj. Ez olyan, mint az inkubus vagy szukubus az izsákban. Hát most ott is hagyom, mert a pénz az nem a fényben volt. Na, Mirror Face mit csinál nekünk? Még több lámpa. Még több lámpa, vagy még nagyobb? Jó kérdés meg. Még több lámpa. Ó, és neki mentem az enemynek. Szánt szándékkal. Kéne valami heal. De azzal nagyon fukarkodik a játék. Nem tudom, mikor kezdi eladni. Impact projectile. Mármint, hogy
becsapódáskor szétesik a projektálunk. Két HP. Na, kaptunk egy kis shield. Bár hát nem lett végtelen. Na hát, kérjük még egy lámpát. Azzal, hogy nem választottuk az elején a bombát, azzal szerintem egy kicsit megszivattam magam. Hát legalább a rakéta itt van. Az helyzet, a rakéta nem talál konkrétan. Kilőjük a rakétát, de nem találja el az enemit. Ezt durva mondjuk. Legalább most már tudjuk, hogy a rakéta ebbe a rámba nem jó. Vagy talán a boss ellen? Mindjárt hal, srácok, mindjárt hal a boss. Ott is van. Na, a ragasztósat nézzük meg. Ez a ragasztós mit csinál? Hát ez érdekes. Így oda ragadnak a lövedékeink. Nem tűnik rossznak. Fire rate, dom, na. Dom, range, max HP. Egyik sem. Ez a ragasztó, ez szerintem carry-zi a ránt. Mit gondoltak, srácok? Azért az mennyire király már, hogy a X időnként kijövő lövedékek belőlem, nem a sima lövésünk, azok is rakéták lesznek. Még több spotlight aztán? Ez ilyen nagyon megvilágított rán. Egy heal. Hát innen most így de kár, hogy választanom kell. Mert így a taposó aknát választottam. Remélem működik. Ott láttam a taposó aknát az előbb.
Na, ott van, status effect. Hát talán ez amúgy működik a ragasztóra. Kár, hogy még mindig nem tudok rerollolni. Nincs reroll, nem tudjuk frissíteni a shopot. Neki mentem egy lövedéknek. Megjött a boss. Ott a reroll! Francba! Legyen ez a steak. 15% HP alatt nem hiszem, hogy leszünk. Kéne a heal. Tehát, hogy healeljük magunkat. Mert iszonyatosan durva a sebzéseink vannak. Ez jó lenne. Jó lenne ebből kigyógyulni. Ott is ott volt a reroll, de hát mert nem érek el addig. Szevasz, Zolcsi! Mi a helyzet? Köszi szépen a százat, Csir. Sziasztok! Szép napot! Jaj, de jó! Megint egy csodálatos Vampire Survivors copy. Yeah. 1700 pénzünk van, és nem tudjuk elköltani. Legalább egy reroll. Lehetne még, hogy látjátok, hogy most is mi van. Jó, vegyük meg a pisztolyos segítőt. Az ő lövéseit is megfagyasztjuk? Meg odaragasztjuk? Remélem igen. Mert akkor a követők is nagyot mennének. Jézus, Olcsi. Köszi szépen a támogatásodat. Na. Tűha. Spirál lövedék. Jöhet. Egy reroll. Kétezer pénzünk van. És mi a gond, srácok? Az a gond, hogy nem tudjuk elkölteni. Most se tudjuk. Na, a ricinus olaj csak megjött. És ez az utolsó vév, tehát, hogy itt most már boss ellen fogunk küzdeni.
Ennyi. Hoppá, de vízaszámlát nyitottál? Nice. Azt mondja, piercing effect. A piercing effect az jó cucc. 37 000 pontot szereztünk. 10 000 enemy halt meg. 7% eséllyel. 4 lövedék jön ki az enemiből. Azt mondja, a projectile-ok mérete 100-zal nő, 5 damot kapod rá, a projectile speedje meg a range viszont csökken. Jó. És elértük a maxos szintet, ahogy látom. A kollekcióra mit mond? Aha. Karakter unlock. Total progress 73%. És még kétszer kell túlélni. Dollár alapút, aha. Na. Még megyünk pár kört, jó? A mágnes az így kell, hogyha adja. Ez is amúgy nagyon jó. Ezt választjuk, a rakétát választjuk. Én eurósát nyitottam idén. Zolcsi. Pisztoly troopert kikérjük. És most kértem, most igényeltem hozzá a bankkártyát is, hogy ne a bank váltson, mert tegnap ilyen 407 ér váltotta az eurót forintra, ugye? És hát például egy Revolut meg tegnap este majdnem 420 ér. Tehát, hogy... Én úgy gondolom, hogy hosszú távon jó befektetés a bankkártya hozzá. Mert ha míg a bank váltja neked át a devizát forintra, arra még felszámol ilyen plusz költséget is. Ez itt nem tetszik. Impact, nagyon jó, nagyon jó. Az oktopoda is kell. Nem, külön kellett igényelni. Tehát szerintem minden deviza számlánál külön kell kártyát igényelni. Nem is tudom, azt hiszem ilyen... Azt mondták, hogy 23 euró egyébként a kártya igénylés, de még felszámoltak valami kártya kibocsátási díjat, valami hatot még pluszba. Szóval ilyen nagyjából 30 euró volt a kártya. Ígéretes amúgy ez arány egyelőre. Na hello, Gabcsi!
Nem lehet bármilyen deviza számlához kártyát igényelni nálatok, de fura. Fire rate crit chance. Double damage. Na. Rerollt most megtartjuk. Ja, a mágnes nagyon kéne. Jó. Hát az, hogy 3 szekenként 8 irányba lövünk, az jó. Ez az egyike volt azoknak az itemeknek, amik az előző ránt így lekerizték. Szerintem. Úgyhogy na ná, hogy kell. De a mágnes az is kéne. Persze, ilyet a ricinus olaj. Hagyom, hadd jöjjenek beljebb. Jó, most már megindulunk. 25%. 50%. 80%, de jó ég. Na, mágnes. Status effect. Range, nem érdekel. Damage. Jó, ilyet a damage. Hát nem tudom, nekem nem tetszett az szemez, hogy... mennyi plusz, tehát hogy milyen rosszul vált a bank, és hogy még plusz költség, hogy milyen plusz költségek vannak. Projectile split into two smaller projectiles on impact. Megnézhetjük. Megnézhetjük, hogy milyen. Minusz 3 dam. Ez ugye annyit jelent, hogy nagyon sok projectile lesz a pályán, ami alapvetően szerintem jó. Hát attól függ. Attól függ. Ha forintba kapjátok a fizetéseteket, akkor kevésbé érdemes devíza számlát nyitni. Gondolom azért van ez a javaslat. A tippel nem kéne, Zolcsi. Aha. Na, 2,5 szekenként lövünk 8 irányba. Ez a sticky build, tehát ez, amit így most összeraktunk, ez fergeteges. Még kéne nekünk mágnes. Azt mondja, hogy... teszünk egy ilyet, meg egy ilyet, a szevasz. Külön kártyád van a devizához, szemez, mert lehet érdemes lenne regelned revolútra, és akkor úgy átraknod
a pénzedet oda. Ott a... Mondjuk, hogyha a devizában fizet... Hát, te tudod. Tudod. Hogyha van devizaszámlához kártyád, akkor érdemes ezt megnézni. Jól van, jól jön, jól szippantjuk a pénzt. Ez a mágnes, ez még mindig iszonyatosan megérős. Izug apcsi. Biztonság. Hát a Revolutot attól függ, hogy mire használod, Zolcsi. Tehát hogyha én nem arra használom, hogy ott tároljam a pénzemet. Nem, hogy például interneten vásárolja. Vagy most például már arra is, hogy az eurómat forintban elköltsem. Én azt mondom, be kell vállalnunk még egy mágnest. Dam jöhet, meg a HP is. Crit hit chance, nem tudom, így nem érdekel. Fire rate, crit hit chance. Damage, max HP. Fire rate még jöhet. Ja, és minek rolloltunk, hogyha már nem volt pénzünk. Revolutban az az, ami nagyon jó, hogy olyan, tehát egyszer használatos kártyát adnak, ami így nyugodtan használhatod bárhol. Ahol ugye nem lehet PayPal elfizetni. Meg több virtuális kártyát is hozhatsz létre, hogyha esetleg úgy van. Tök jó. Nagy kényelem. Mirror Face mit hozol nekünk? Damage-et és... Jó, a damage miatt elhozzuk. Szia, Konix, Mizu. Hát ez a build, ez szerintem a legbetegebb build így jelenleg a játékban. Revolut jobban váltja el, mint a sima bankkártya? Ja, hát, nem mondom, néztem, hogy az OTP például 407 ér váltotta az eurót pontosabban az eurót forintra, a Revolut pedig 419,9 ér, tehát majdnem 420 ér. Szia, Gerépa! Konix, köszi szépen a 8 hónapot! Srácok, peregjenek a szvegek! Deviza számláról a kártyán keresztül eurót levenni, az meg a Revolutra ingyen van. Bizonyos összegig biztos, hogy ingyen van. Ja, és én úgy tudom átrakni a Revolutra pénzem, hogy Apple Pay-en keresztül, szóval nem kell megadnom a kártyám adataim például a Revolutnál se. Az ilyen megoldás jó, mert egyre többször futok bele olyan webshopokba, hogy látszólag a webshop a checkout végén simán bekeli a kártya adatokat és nem visz át a bankhoz. Értem, biztonságos, mert két lépcsős, értem, hogy van valami iframe, de tökre nem érzem biztonságosnak ezeket a megoldásokat. Aha. Ja, hát ami nem visz át ilyen simple-re, meg ilyen, nem tudom, OTP-s akárhova, az olyan, az olyan fura nekem is.
Azt meg tudom érteni. Honor. Megpergetted magadnak? Helyes, helyes. Jaj! Valami eltalált. Az interdimensionális Santa. 14% eséllyel az enemy, amikor meghal, akkor 4 lövedéket bocsájt ki magából. Ez is amúgy jó. Jó-jó. A jó-jó nem érdekel minket, viszont a heal az annál inkább. A plusz egy HP az így nem tűnik el a fejünk fölül. Annyira jó a heal. Hát igen, úgy néz ki, hogy ennek a beardnek annyira jó jött ez a híles dolog. Komoly. Utolsó wave. Utolsó váva srácok. Veszük még a rerollt, ugye nagyon kell. Aj, túl egyszerű. Túl egyszerű. Hát igen, elértek a max szintet. Ez valami mód, hogy ilyen kis doboz van? Nem, ilyen a pálya. Ezek chamberök. Mert még egyszer, mert ugye még egy kell, hogy feloldjuk az új karaktert. És akkor még egyszer ugyanez a játékmód. Mondjuk itt mondom, hogy túl könnyű, de hát easy módba játszunk. Na! Aricinus. Aricinus. Nem érdekel Aricinus. Jó. Jön a Moné. Jön a Moné. Jó. És akkor elkérjük a damot, és több nem érdekel minket. A sticky kell, meg a bomba is kell. Most én megnézném a bombát a stickyvel, a raketta helyett. Vup. Jó, mágnes is jó, mágnes is jó. Mia. Onyx, Mia. Ez az űrmalac, ugye? Elnő mi? Ez hülyeség. Legyen raketta, akkor jó. Jó. Ez az új karakter. Ugye most nem Krokival vagyunk. És ő...
nem tudom, hogy mit tud, de a fegyvere, ami van, sokkal gyorsabban lő, meg sokkal távolabbra. Ó, bakker. Kapta a boss. Na, double damage jöhet. Belefér még valami? Range. Fire rate. És a vonzalom. Double damage és fire rate növelésünk van jelenleg. De ez már így is egyébként nagyon jó. Na de kell a ragasztó, kell a ragasztó. Nem mondok le a ragasztómról, srácok. Na mit hoz nekünk? Mágnes? Jó, legyen nagyobb a mágnes. Na erre lenne jó a reroll, hogy a mirror face az így ne a mágnes duplázza. Ragudjatok, de decline-oljuk a Rivaldot. Nem leszünk 15% HP alatt, és nem leszünk Invincibility State-ben. Mert rossz fel kell venni azt az itemet, hogy Invincibility State-be tegyen minket. Legalább most lesz egy csomó pénzünk. Fire rate-re lehetne még rakni. Gyere. Reroll-al kérhetünk crit hit chance-t. Mágnes, jó, tessék, akkor mágnes. Kérdezzük, hogy mágnes. Az igen, a mágnes a pálya széléről is behúzza. Az komoly. Hát most már akkor tényleg a mágnesre többet nem kell rakni. Hát interdimenzionális Mikulás is van a játékban, csak mondom, Onyx. Interdimenzionális Mikulás. Shotgun Trooper. Nem kell. Az helyzet, minden egyes item felvételével a következő drágább lesz a shopban. Interdimenzionális Mikulás. Igen. Jól halljátok. Interdimenzionális Mikulás. A boss nagyon durván kapja, srácok. Hát már most olyan inasba rakó buildünk van, hogy csak na. Szegény boss azt se tudja, hogy hol van. Jó, látom, hogy nem látom az AC Odyssey-t a játszott játékok között. Na várjál. Pedig ott kéne, hogy legyen. Redditen AC, azt jól, az Odyssey-t azt nem nyomtam, kapcsi, azt nem nyomtam.
Szia, Scott! Csak az Origins, csak az Origins, Berget. Ja, meg az újak közül a Valhalla is. De az Odyssey az egyáltalán nem, pedig a témája miatt, a görög mitológia miatt nagyon adnám. Jó. Plusz damage. És akkor rollolunk. Hát innen egyik sem. Range, movement, speed és nem találhatnak el 7% esélye, nem. Az, hogy healelődünk, az jól jön, illetve a fire rate is jól jön. Na, mi miatt nem tetszik neked, Gabcsi, az Odyssey? Pedig ott még lehet lootolni a játékba, mármint az armorokat. Valhallába ezt már ugye átdolgozták. Játékmeneti irányítás teljesen más. Aha. Hát ezt nem vágom, de mindenféleképpen akarom nyomni, mert én nagyon szeretem a görög mitológiát. Na, itt van interdimensionális Santa, remélem láttátok. Az szerencsére is más. Ó, hát egy fagyasztás. Gyere csak, fagyasztás. Tizennegyedik kör. Minek dobja, értitek? 15% HP alá nem megyek. Na, ez legalább új cucc. 3 HP trikával, azt, de jó lesz nekünk. Crit hit chance. Na, hát fire rate, crit hit chance, illetve fire rate. Jó. Legalább értelmes dolgokat is kaptunk. Jó, nyomod! Mi ez az? Elképesztően durva Firehead, bakker. Na és ez még csak a második boss, ugye? Bossokat is le lehet fagyasztani. Nem túl könnyű ez így? Nem az. Még több projectile? Lehet, hogy bele kéne nézni ebbe az AC-génbe, ha már ingyen meg lehetett szerezni. Jó cucc. Az a helyzet, hogy ezek a játékok pont ezért jók, mert el lehet így őket törni. És az a helyzet, hogy jelenlegi formájában ez a játék nem hagyja azt, hogy kiéljem magam, hogy eltört a játék, de jó. Homing projectile, hát azt szerintem még tovább töri, mert ugye a kis damok, amik így az enemyből jönnek ki, azok most már fixen találni fognak. Konkrétan pénzeső van. Hát innen nem kell semmi, úgyhogy csá.
megállunk középen, jó lesz? Ja, kerül. Ha nem húzzuk be mind... Ja, és eltaláltak. Azt néztem, hogy nem húzzuk be mindenhonnan a... Ja, és már maxon van a HP-m, tehát... Ja, eltaláltak, de már maxon van a HP-m. Tehát ha beállok középre, még nem veszek fel minden lootot azonnal. Space hug. Double damage. Tehát ez ugye csak lejjebb viszi a százalékot, hogy honnantól számít a double damage. Na, 8 irányba lövünk 3 szekenként. Jó, van, gyere. Hát túlélnék egy kört. Az, nem, amúgy nem élnék. Vagy túlélnék? Most nem mozdulunk meg. Akkor meg nem veszem fel a pénzt, az a gond. De megnézhetjük, tehát most nem nyúlok hozzá. Jó, most már mozogni fogok, mert nem veszük fel a pénzt. De amúgy túlélnék, igen. Na, 21% eséllyel lő 4-et ki az enemy magából, hogyha meghal. Utolsó kör. Teszen, wow, hát mi újság van veled? Minden szuper. Double patch. Ki az új karakter? Kilépünk. Progress, 87%-nál járunk. Na és ez az utolsó karakter neki. Ha, tehát Shotty, a fire rate kicsi. Ez lesz az utolsó try, srácok. Mármint, hogy... Ha ez egy Angus try lesz, akkor nem lesz az utolsó. De hogy... legalább láthatjátok, hogy milyen a, ez a karakter. Az utolsó karakter a játékban. Ez mi volt? Ez mi volt, srácok? Mi volt ez a szem? Legyen a rakéta. Á! Hát innen semmi. Ezek a kis haverok nekem nem kellenek. Ha úgy lehetne venni upgrade-et, hogy közben nem kell arra gondolni, hogy a következő az így drágább lesz, akkor értetek? Tehát ne legyen drágább. Plusz egy weapon. Már az elején. Szia kiúti. Jézusom. Kellene nagyon a mágnes. Köszönöm szépen, köszi. Amúgy ez a mitózis is jó lenne. De most a mágnes az még jobban kell. Wow. Akkor 4 boss van ezek szerint.
Értem, tehát ha megsebződök, akkor mindenkire rohadt sokat damolok. Fire rate crit hit chance jöhet. Fire rate. Damage crit hit chance. Ja. Kéne heal is. Az interdimenzionális szanta? Aminek az ajándékát itt hagyjuk, mert 15% HP alatt nem leszünk. Ricinus. Nem ricinus. Heal. Na, az kell. Na hát, egy heal már jött is. Na basszus. Az mi? A zöld meg 10-et hílel, hát ilyet se látunk. Ezeknek a gémeknek mi a faja? Hát ez például a Twin Stick Shooter. Fire rate növelés, nagyon jó. Fire rate damage. Ez ebből belefér. Fire rate-et már rendbe is raktuk egyébként. Még mágnes kéne nekünk. Xoxra van-e hasonló? Nem vágom, srácok. Itt amúgy ez mindkettő jó. Tehát... még több pénz, még több item. Tehát inkább a mágnesre mentünk rá. Tizedik kör, tehát most lesz boss is. Nem mert még bejönni a pályára a boss, azt remélem látjátok. Ennyi volt a boss. Azt mondom, point and click. Ez nem point and click. Ez nem point and click. Burst. Nem érdekel minket a burst. Na, ragasztó, végre. Ragasztó OP. Arena Survival-nek mondják amúgy. Arena shooter.
point and click az például a Chicken Police, amivel játszottam. Damage. Nem. Hát jó, legyen. Na, itt ez kb. Majdnem mindegyik jó. Esa! Hát igen, ide még kéne Fire-rét, és akkor még durvább lenne. Cipusok szerint is a ragasztó. Honnan tudod, Kona? Honnan tudod? Beszélgettél a cipusokkal? Alfonzal? Egy barátom mesélte. Na, Mirror Face! Hűha! Azta! Jó megnyomta a double. Megdouble-özte a damage-ünket. Nem olyan menő, mint az előző. Mondjuk arra még nem értem, hogy miért van nagyobb nehézsége nyomni. Plusz egy weapon. Hát ez kegyetlen. Erre még jöhetne a range, amúgy. Az előző rám volt a legdurvább. Range, crit hit chance. Jó, jöjjön egy range, jön egy mágnes, és csá. Jó, még egy reroll. Közben megjött a 15-dik. Boss, aki ennyi volt. Szia Ghostface! Szia Vadafak! Szevasztok srácok! Jó, a Bullet William. Willy, ez a te bulletod, ez a nagy. A te bulletod. És ott egy tűz a szélén. Volt egy kör, amikor rossz itemet vettem fel. Aha, lehet, hogy pont az előző mi. Jó. Bounce nem érdekel. Inkább legyen a... Mindig nem tud semmit a gépfejlesztésről? Na basszus! Remélem megoldódnak a problémák, mi hamarabb Ghostface. Egy Mac Mini? Na, hogy szélrekarcolom. Hát, innen nekem semmi.
Movement speed. Jó, legyen a range. Nem. Hát ez a range nem érződik amúgy. Azt hittem, hogy érződni fog, de nem érződik belőle semmi. Ez a kattogó hang, mintha valami pszichológusnál ülnél. Mirror Face. Azta. Milyen jó, hogy ezt... 75 damage, hogyha eltalálnak. Ezt az Eye for an Eye-t, ezt nem is tudtam, hogy ezt így láthatjuk. Most még több esélyel heal előttetek. Utolsó előtti wave. Ugye mondtam, srácok, hogy ez az utolsó, ugye? Mert ez az utolsó, ezután siege-ezünk. Fél órával, dehogy is. Még egy weapon slot, wow! Na valami, akkor ez adja. Szia, Joker! Szóval... Azt mondja... Na, jó pihit egyébként a teszem. Igen, megostroboljuk a chamber-öket, Scott. Nézzük, milyen gyorsan hal meg a boss. Nem mer bejönni a pályára. Pályán kívülről lövöldözne. Szevasz! Hello? GG easy. Feloldottuk. Ezt az iPhone, Eye for an Eye-t, ezek szerint. Na, most már eltegyeltük, hogy mindegyik karakterrel megcsináltuk ezt a Dark Chamber-t, és csak egy chamber van a játékban. 96%-on van jelenleg a progress, és itemeket kéne feloldani. Nem tudom, hogy a maradék 8 itemet hogy kell feloldani, de azért szerintem 2,5 óra, kicsit több mint 2,5 óra alatt azért nagyjából sikerült megmutatnom nektek, hogy miről szól ez a játék. Tetszetős. Mindig jó látni, hogy mire képes egy-egy játék, hogy milyen műfajteremtő, és hát nyilván a Vampire Survivors sikerének köszönhető, hogy most ezzel itt játszhatok. Hát mondtam nektek az elején, hogy mennyi item, mennyi pálya, mennyi karakter és milyen kombózható itemek vannak, illetve hogy 20 perces sánok. Hát... Nagyon kevés item van. És nagyon rossz a fejlődési lehetőség. Tehát nekem tetszik az, hogy egyszer kapunk egy shopot, és egyszer kapunk egy ilyen ajándékozó Mikulást. Nagyon jó ez a játszés. Nekem tetszett. Köszönöm, hogy megmutattad. Illetve volt az item duplikáló, aki vagy duplikált, vagy háromszor annyit adott, vagy négyszer annyit adott, az is tetszett. Csak az, hogy
nincs lehetőséged egy kör végén elkölteni a goldodat, az elég szívás. Ha láttátok, hogy nekem is volt jó pár alkalom, amikor 1000 fölötti goldom volt, és nem tudtam mire elkölteni. Illetve az is szívás a shoppal kapcsolatban, hogy veszel egy itemet, vagy begyűjtöd, vagy ajándékba kapod, és a következő item... Minél több itemed van, annál drágábbak lesznek a shopba a cuccok. És ez sem egy jó irány. Tehát legyen többször shop, és legyenek elérhető árban a cuccok a shopban. Mert ez kell, ez nagyon-nagyon hiányzik. Tehát, nagyon ritkán tudunk összehozni olyat, jó, hát persze itt a végén már sikerült, tehát a végén már sokkal több itemből választott nekünk a játék, és sokkal könnyebb volt eltölni a játékot, de ezeknek a játékoknak az a lényeg, hogy bullet hell legyen, mindenkit megolvasz, minden ellenfeledet megolvasz, és inasba rakjál mindenkit is, és azt mondjad, hogy ah, oh, de jó, én vagyok a király. És ez az elején, ez az érzés nem volt meg, főleg hardon nem volt meg, mert hogy így elkezdtünk hardon játszani a játékkal, és egyszerűen szar statokat kaptunk. Tehát most így mit csináljak a movement speeddel, mit csináljak a range-el? Ez a demo, ez így annyira nem volt jól kitalálva. Bízom benne, hogy a játék a teljes megjelenésekor, vagy legalábbis early access-es megjelenésekor jobb lesz. És akkor mindenféleképpen visszatekintünk rá. Az epilepsziás figyelmeztetés, hát meg... Figyeljetek, ez így ennyit csinál, hogy így villognak színesen a dolgok, kikapcsolom, akkor meg fix lesz. Hát én nem éreztem ezt olyan betegnek, úgyhogy azért nem kapcsoltam ki végül. Ennyit egyelőre erről a Cyclo Chambers-ről. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Én élveztem, és megértem kicsit félretenni miatt a Bro-tátót.